Jó napot! Üdvözlöm a nézőket, üdvözlöm Önt, András! Én nyugalmazott virológusként a második ponthoz szeretnék hozzászólni. Nagyon jó, nagyon jó. Itt egy nagyon masszív tévedésben van, mind az egészségügyi kormányzat, mind általában az emberek nagy része. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a vízoltás az a betegségtől, víz és nem a fertőzéstől. Megfertőződni a nyálkahártyán bárki meg tud. Az is, aki oltott, az is, aki nem. De ebből a szempontból tehát nincsen különbség az oltott és az oltatlan között. Magyarul, aki oltott, ugyanúgy elkaphatja, és ugyanúgy továbbadhatja. Ez is csak éppen nem vagy kevésbé betegszik meg. Na most ennek alapján, ha végig gondoljuk, akkor semmiféle szakmai egészségügyi alapja nincsen annak, hogy az oltottat és az oltatlant megkülönböztessük, hogy az oltatlanoknak bármiféle munkaügyi, személyiségi jogi hátránya származhat abból, az oltatlannak egészségügyi hátránya származik belőle, mert ha megkapja a fertőzést, akkor masszívan fog megbetegedni. Igen, a védelmi rendszere csökkent ahhoz képest, mint az oltotté. Erről van szó. Igen. De nem veszedelmesebb a környezetére, mint az oltott. Hát ez az egyik dolog így van. Igen. De. Az egészségügyi dolgozók, akik oltott, megkötelezték az oltásra. Igen. Az is megkapja a fertőzést, tehát a vírus eljut a nyálkahártyája. A vírus szaporodik a szájüregében, orrüregében. Ráköhögi, rákösszenti a másikra is. Tehát az egészségügyi dolgozónál a maszkviselés a fontos, az, hogy ne adja tovább a fertőzést, ha egyszer már benne van a szervezet. Az sem igaz? Tehát, hogy ugyanúgy fertőzhet egy háromszor beoltott Pfizeres modernás, mint hogyha egyáltalán semmilyen oltással nem rendelkezik? Igen. Aha, jó. Minden szakmai érv és a természeti törvények emellett. Értem. Akkor félrevezetik a közvélemény bizonyos szakemberek. Félreértik ők is. Ők is félreértik. Értem. És mi befolyásolja azt, hogy meg tudja állítani a szervezet a nyálkahártyás fertőzöttségnél magát a vírust, és nem kerül be a véráramba? Az immunglobulin A látja el a nyálkahártya védelmét. Igen. Ezt az izomba adott oltás nem akadályozza. Az igazi megoldás az a nyálkahártyán kiváltott immunitás lenne, tehát az osprében előállítandó vakcinák. Ilyen vizsgálatok, kísérletek folynak. Ugyanabb munkahelyek megkapták az engedélyt arra, hogy diszkriminálják az oltatlanokat, de ennek egészségügyi járványügyi, egészségügyi járvány. Így van, sem szakmai egészségügyi oka, sem humanitáriárus jogalapja nincsen. Ráadásul itt nincs is törvény arra, hogy a munkáltató az bármilyen jogalapon elutasítsa, vagy diszkriminálja a dolgozót az oltásnak. Élethez, emberi méltósághoz való jog. És a diszkriminációmentes eljárás joga, ugye? Ez a kettő alapjó mindenképpen itt szerepet játszik. Pontosan, és mivel szakmai indokot nem tudnak fölhozni, hogy ezt miért kellene. That's it. Igen. Abszolút.